Németország nem járult hozzá, hogy a nyugati szövetség német gyártmányú Leopard 2-es tankokat juttasson a kijevi vezetésnek. Egyelőre itt akadt el az Ukrajnát támogató védelmi miniszterek Rammsteini egyeztetése. A 15 politikus azonban számos harckocsi, légelhárító rendszer és töltény átadásáról döntött. A lengyel védelmi miniszter szerint, bár a személyes találkozón nem értek el áttörést, online folytatni fogják az egyeztetést. Lengyelország már készenlétbe is helyezte a Leopard 2-es tankokat, de Berlin beleegyezése nélkül nem küldheti őket a frontra. A németek a II. Világháború óta óckodnak mindenféle fegyveres tevékenységtől, ráadásul a gázszállítás miatt nagyban függenek Moszkvától. Minden mellette és ellene szóló érvet mérlegelnünk kell egy ilyen fontos lépés előtt. Ennyi az egész. Biztos vagyok benne, hogy rövid távon dűlőre fogunk jutni, de azt nem tudom, hogy a döntés pontosan mit hoz és mikor fog megszületni, fogalmazott óvatosan a német védelmi tárca vezetője. Az amerikai védelmi miniszter szerint a mostani találkozó elsősorban Ukrajna légvédelmi és páncélos szükségleteire koncentrált, a csoport pedig szorosan együttműködik a fegyverszállítmányok összehangolásában, ideértve az adományozást, a kiképzést, a karbantartást és a fenntartást is.